Elárkozott 11 lett végül a címe annak a könyvnek, amelyet a Sportkötetek sorát jegyző Fűrész Attila és a Csakfoci.hu is Rívacek András közösen írt a magyar futball 1986-os mexikói bukását követő hanyatlás történetről, a főszereplők javát megszólaltatva, alapos áttekintést összerakva, kísértetiesen ismétlődő mintázatokkal, egészen Egerváris Sándor szóra bírásáig. A szerzőkkel beszélgetünk már is a 27 év felidézett tanulságairól, és velük van az egykori 25-szeres válogatott védő Bánfi János, aki a jugoszlávok elleni pócsrejtező után a bűnbak szerepét is megismerhette. Jó reggelt sziasztok! bólogattál, János. János, igaz? Tehát, hogy, mert ugye azt is látszik, hogy ebben a, ebben a 27 évben azért voltak olyan pillanatok, meg voltak olyan bukások, ahol a, a közönség, meg a szakma rámutatott a felelősökre, és akkor ugye te voltál ebben a helyzetben, Csank Az egyik te voltál, akit... Kérdés, hogy a felelősökre valóban rámutatott-e? Tehát én azon, hogy most már ennyi év távlatából, hogy elég régen volt, mégis azért ilyen szempontból friss a dolog, hiszen most a holland mérkőzés után előhozzák ugye ezt a hét egyet, vagy adott esetben a mexikói de mehetnénk egyébként vissza is, itt a, a stúdió előtti beszélgetésünk, hogy mondta hogy 30 éve körülbelül ismétlődnek dolgok. Én is azt gondolom, hogy ismétlődnek, azzal, hogy most éppen ránk mutattak, vagy rám akkor, ez most, egy jogos vagy nem, ezt már nem vitatnám ennyi év távlatában, ugye én túltattam magam rajta, már akkor muszáj volt, de az biztos, hogy ezek a minták, ahogy te is említed, felfeltűnnek. Én kb. 30-31 éve foglalkozom a futballal, akkor megkaptam az első ilyen kék könyvemet, én onnan datálom ezt az eseményt, és igazából mindig, azóta mindig ugyanazokat a dolgokat hallom. Tehát még amikor mondjuk 20 ezer ember előtt játszottunk mi a, mondjuk a Fradi rangadót, vagy adott esetben Békés Csabán, és amikor mikor négy voltak a stadionban, már szívtuk a fogunkat, hogy mi történik, de mégis ugyanazokat a problémákat hallottuk, illetve ugyanazokat a megoldásokat próbálták hozni, oda kell, hogy utánpótlás nevelés, ugye most sorolhatnám, mégis valahol mindig megrekedt a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy hogyha én összefoglalnám ezt a, a, szerintem 30 évben történteket, hogy egyrésztről érdek alapú probléma megoldást történt mindig, tehát valakinek valamilyen érdeke, csoportoknak egyebek, illetve amikor rámutattak a felelősökre, akkor szerintem nem jól mutattak rá a felelősökre, mert én azt gondolom, nem a hibát kellett volna mutogatni, hanem azt, hogy ténylegesen mit kellett volna tenni a futballal. Urak, amikor ezt a dolgot összeadjátok, akkor nektek mennyire ö, volt ez az élmény? Nekem olvasóként, amit az előbb itt ez, ez, a, ez, a, ez a, az a mintázat, ez a, ez a visszatérő sorminta, ami, amit János mondott, az még annyit tennék hozzá, hogy egy csomószerebből a egy-két esetet kivéve inkább a türelmetlenség tűnt ki az embernek. Elkezdünk valamit, és aztán egyik-másik kudarcnál, amire azért alapvetően valószínűleg lehetett számítani gyorsan eldobjuk, aztán folytatunk, vagy újra kezdünk egy másik történetet, más emberekkel. Így van, nagyon sok ismétlődő minta van benne. Gondoljunk csak arra, hogy hányszor megismétlődött azt, hogy az utolsó pillanatban veszett el egy meccs. Tehát volt hátra 5 perc, és bekaptuk a gólt. Ez a mostani románok elleni meccsen is tavasszal, és, és előtte is számtalan eset volt. A román és fóbiások <coughs> vagyunk, nekem úgy tűnt ebből Igen. a könyvből, így, visszaidézi az ember. És ugye nem csak ez ismétlődik, hanem hogyha elindulunk ugye Mexikótól, tulajdonképpen a 90-es évek végéig óriási kapkodás volt például kapitány szinten. Igen. Tehát hónapokat kaptak a kapitányok, egyetlen egy kapitány nem volt, aki mondjuk két cikluson keresztül vezethette volna válogatottat. a Bicskei volt az első ugye a 90-es évek végén, aki ugye kapott Hát ő hosszabbított meg, most most Tegelvári Sándornak volt egy ilyen. nyugalmasabb időszaka, ez hát hosszabb időszaka mondjuk. Igen, nem sikerült elérni, ugye mindig abban gondolkodtunk, hogy ki kell jutni az adott EB-re vagy VB-re, igazából azzal nem foglalkoztunk, hogy mi milyen erősek vagyunk, mit képviselünk, mindig ez volt a cél, ez nem sikerült, félrerakták a kapitánt, jött egy új, jött egy új garnitúra, új játékosokkal is megint nem sikerült, aztán valami elkezdődött a ugye pont a Janiék időszakában, akkor ugye hát az volt a legsikeresebb időszak, <laughs> már hogyha az eredményeket nézzük, aztán, hát ugye, aztán, úgy lejt, úgy lejt, ezz, aztán az úgy nem úgy sült el, de azért mégiscsak az volt a legsikeresebb. Ugye ennek a könyvnek, amikor nekivágtatok, akkor ez még nem elátkozott 11 akart lenni. Ugye az alapkoncepció az volt, hogy, hogy ezeket a, ezeket a rossz évtizedeket most vélhetően talán le fogja zárni egy siker, és erre kell ráhangolni, mondjuk akkor nyilvánvalóan más címmel, más borítóval. Igaz? Pont, pontosan, nagyon sokáig más borítóban is gondolkodtunk, egy pozitívabb borítóban, és tudni kell azt, hogy egészen az utolsó pillanatig, tehát amíg matematikai esély volt arra, hogy esetleg a pócselejtezős hely sikerül, addig mi nem is csináltuk meg ezt a borítót. Tehát ö, nem akartunk elé menni a történésnek, hanem, hanem, abban gondolkoztunk, hogy lesz egy pozitívabb borító, és azt szerettük volna bemutatni, hogy 27 év alatt mik történtek, és az utolsó időszakban ezek ö, egy pozitív fordulatban egy happy de hogy zárultak. Hát sajnos nem sikerült, amit tényleg bánunk, tehát ö, írtuk is az előszóba, hogy nem jó adtuk ezt a címet, mert ez, ez tudjuk, hogy negatív, de aki elolvassa a könyvet, az, az, az láthatja, hogy nem csak negatívok vannak ebbe a könyvben, hanem megpróbálunk azért a pozitív fejleményekre is rámenni, ami jó volt, ami sikerült és talán egy kicsit tanulságos is. Hát igen, meg ami másik, hogy szerintem ez egy, ez egy tárgyilagos hangvételű könyv, ezt azt gondolom, hogy mondhatom, megpróbáljátok a jadott helyzetekben, vita helyzetekben ugye mindkét félálláspontját bemutatni visszaemlékezésekben, is, ugye egyrészt a korabeli nyilatkozatok fejlődésben, ugye nagyon sok emberrel beszélgettetek, így utólag is, hogy hogyan értékelé a 5-10-15-20 évvel ezelőtt történt dolgokat. Szerint van megfejtés Ö, olyan megfejtés, mondott, hogy igen, vagy olyan megfejtés, ami, ami, így teljesen komplett és egy valami szerintem olyan nincsen. Tehát mindig voltak hibák lehetőséget. biztos, hogy ilyen széthúzást meg, meg vitát folyamatosan látunk, igaz? Hát, ha, a megfejtés az egy érdekes dolog, mert ugye kérdésem az lett volna itt, hogy a, valóban a, a könyvtartalma, vagy egyébként jelentek meg könyvek, ugye Igen. visszamehetünk végantal, stb., hogy az igazi problémát, az, hogy tényfeltárás mi történt, az egy, az egy, nyilván egy érdemes dolog, és mindig jó róla olvasni, de az igazi tényeket azt valóban tudjuk -e? tehát hogy mi az igazi probléma. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket a, ezeket a problémákat feltárni semmi másként nem lehetne, csak úgy, hogy mert ugye az, hogy mondjuk a válogatottom, vagy éppen a játékosokon, tehát a, a, futball végtermékén verjük el a port, mert ugye mind a kettő valahol az, hiszen a top csapat, ugye a magyar játékosokból kiállítható top csapatról beszélünk, illetve azokról a játékosokról, akiket előállított egy, mondjuk úgy, hogy futballgyár. Tehát én azt gondolom, hogy ha ténylegesen a tényeket és legközelebb mondjuk egy olyan nem tudom, 10-15 év múlva tényleg pozitív tartalommal jelenik meg a borító mondjuk egy, egy ilyen könyvnek, ahhoz nagyon mélyre kellene menni, és én azt mondom, hogy az elmúlt 30 év ezt mulasztotta el. Tehát, hogyha ténylegesen valaki elkezdene járkálni a futballpályákon azzal, azzal a szemmel, azokkal a, a hozzáállással, illetve azokkal a motivációkkal, amivel valóban lehetne változást elérni, és most sorolhatnám a belgákat, akik megtették egy egész más Pozíciójú futballból. Most ebben nem mennék bele nyilván időhiánya miatt, de egyébként azt gondolom, hogy ha nyitott személy és megfelelő motiváció járkálna, akkor pontosan meg lehetne mutatni azt, hogy mitől lesz egy futbolista olyan, hogy mondjuk, mert tudom, én hetet kap a jugoszlávoktól, vagy adott esetben egy jó szérje után hatot kap hatottkat tudni ugye Mexikóban, vagy éppen most a hollandok elleni e, probléma. És én sem Gyudzsák Balázs, vagy Eszterházi Mancik, vagy éppen bennünket lehetett persze piszkálni, meg bántani, meg egyebek, de én azt gondolom, hogy a problémáknak az, az a mélysége, ami tulajdonképpen rajtunk keresztül jelentkezett éppen a pályákon. Nem tudom érthető -e, hogy miért. Igen, 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 én, hát én azt mondom, hogy ez, ezeket a Tényeket egyszer végre oda kell menni. Én azt szoktam, arra, azt, uh, szoktam így mondani egy baráti társaságban, most kimondom hangosan, hogy én azzal kezdeném, hogy vennék egy, egy irányú repülőjét a Marsra, és nagyon sok embert felültetnék arra a repülőgépre, mert én sz, sz, személy szerint látom, hogy mi megy. Tehát a gyerekekkel foglalkozó ember szókincs nélkül, modortalanul, káromkodva foglalkozik vele. Én azt gondolom, hogy modortalan uh, felnőtteket fogunk nevelni. Ha no, azt mondjuk, hogy futballkultúra, akkor az futball és kultúra, hát ez és igen, meg azt a mondja, olyan, 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 mélységekben rejezik ezt, hogy futbal, futbalistát gyártanak külföldön. Kis, kis nemzetek is elkezdték ezt, mondjuk a kis nemzetek, mint Montenegro is valószínűleg ilyen, ilyen úton halad most már. És ezek, a, ezek a, gyárak termelnek nálunk, meg most nem azért mondom, 30 éve, de lehet, hogy már régebben nem termelik a, a, a világ vagy Európa futballjának megfelelő futbalistákat. És nem csúcsfutballistákról uh -huh. beszélünk, hanem olyan átlag futballistákról, uh -huh. akik adott esetben el tudnak bennünket szóval, repíteni. Egy iparágnak ugye egyrészt nyilván van a pozitív tradícióit, meg a kulturáltsági szintjét is emelni kéne. Azt mondjátok meg, hogy van-e nagy hiányzótok nektek, mármint aki nem akart ebben a könyvben megszólalni és beszélni. felett felvéleg fel. fel. Megoldottátok olyankor is, már betétek azokat a nyilatkozatokat, de aki most nem akart veletek szóba. Egyetlen egy ember volt, egyetlen szakember, ugye az volt a koncepció, hogy lehetőleg az összes szövetség kapitán szólaljon meg. Verebes József volt az egyetlen, aki nem vállalta. Kicsoda? Verbes Verbes volt, aki nem vállalta. Ő nem akart visszaemlékezni, nem akart beszélni, a múltról, de az összes többi szakember vállalta és elmondott olyan dolgokat is akár, amiket mondjuk az adott időszakban, amikor, amikor ugye ő kapitány volt, akkor esetleg nem vállalt fel, vagy akkor nem volt uh -huh. hivat azt elmondani. A végéhez közeledünk, ami szintén nagyon kísérteties az az, hogy amikor sorban jönnek a külföldi kapitányok, és belevágnak nagy lelkesedéssel, kisebb nagyon lelkesedéssel, és viszonylag hamar kezdenek mutogatni a közegre, meg azt, hogy, hogy félelmetes számukra az, hogy, hogy mennyire nem erre számítottak, és mennyivel jobban le vannak paradva a magyarok ahhoz képest, amit itt gondoltak. Lehet ez Jenei, lehet Ervin Kuman, lassúak. Szóval hogy ezek után mégis mindannyian megbuknak újra, és most megint egy ilyen helyzetben állunk. Igen, és egy szakember azt mondta, hogy most nem lenne jó, hogyha a magyar kapitánya lenne a válogatottnak, Igen. mert olyan a közeg, hogy hamar felőről és most jó lenne egy külföldi. De a legtöbb a hazai szakember meg azt mondja, hogy legyen magyar kapitánya. Nem tudni, hogy mi a jó megoldás, és hogy, 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 tényleg mi vezet eredményre. Hát a sor, szerint külföldinek kell jönni. Jani, azt mondom végül szerinted. Hát én azt mondom, hogy csúnya hangzik, de majdnem mindegy, hogy most ki a kapitány, sajnos. Én azt gondolom, az hogy... Az a hogy kiutazik a marsra. Hát nem, <laughs> így, vala, valahol igen, hát én, én úton útfélen ezt hallom, és én pont annyira vagyok benne a futballba most, amennyire nem. Hát amikor nem vagyok benne, akkor elég jól lehet ezt látni kívülről, hogy mi van. Én azt gondolom, hogy most külföldi vagy magyar szövetség, amit ugyanazt a, ugyanazt a, hogy is mondjam, minőséget fogja tudni pályára vinni. Tehát azért, azért ne felejtsük el, hogy azért limitálva vannak a magyar futbolistáknak a, a tudása, minden a mentális, felkészültsége, ugyanazt a minőséget fogják tudni, hogy most sikeres esetleg egy taktika szerencsével ezzel azzal lehet eredményt elérni, de az eredmény nem itt. Én azt gondolom, hogy nem itt kell, hogy most már látszódjék, hanem, hanem más. Ha nyilván itt is persze, nyilván a, a média szempontjából, de máshol kell, hogy eredmények látszódjanak a futballunkban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, mert nagyon alapos, meg jó összefullása ennek a közel három évtizednek. Köszönöm szépen. Köszön. Köszön.